A legkorszerűbb feszítővágó berendezések használatát mutatják be éppen a szabolcs már beregi önkéntes tűzoltóknak. Az egyesületeknek káló semjénben szerveztek konferenciát, ahol többek között szakmai és gazdálkodási iránymutatást is kaptak hivatásos társaiktól. Megyénkben jelenleg 37 önkéntes egyesület működik. Többségük nagyban hozzájárul az önkormányzati és a hivatásos tűzoltók munkájának segítéséhez. Köztük öt olyan szervezet is van, amelyek megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy akár önállóan is kivonuljanak egy káreseményhez. Az esetek jelentős részében, tehát több mint 10 ában a megyebeli káreseteknél ott vannak az önkéntes tűzoltó egyesületek és segítik a hivatások, a önkormányzatiak munkáját. Ez nagy szám, hiszen országosan ez csupán 7 százalék, és a megyében, amit tettem, 10 százalék fölött vagyunk, és ellen vannak. De említhetném a most augusztus elején bekövetkezett szint az egész megyét sújtó viharkár eseményt, ahol az első szóra érkeztek és nyújtottak segítséget. Az önkénteseket pályázati lehetőségekkel is segítik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség minden évben biztosít forrást fejlesztésekre. Idén 30 megyebeli egyesület élt a lehetőséggel és összesen mintegy 24 millió forint értékben nyertek pénzt vagy eszközt működésükhöz. Az ajaki önkénteseknek több pályázatuk is sikeres volt idén, emellett hiánypótló applikációt is fejlesztettek. Ezzel a belső riasztási rendszer hatékonyságát és a hivatásosok munkáját is segítik. A rendszer különlegessége az, hogy 2012-ben, mikor a katasztrófa védelmi értéstési rendszere, belső riasztási rendszere átalakult, akkor kettő darab SMS-t küldött az önkéntes tűzoltóegyesületek egyesületek részére, amiben a káresemény helyszínét, illetve rövid leírás tartalmazott, viszont ugye rövid karakterszám miatt nem volt megfelelő úgymond a tájékoztatás. Ez 2017-ben annyival módosult, hogy e-mail útján is lehetőséget kaptak az Egyesületek értesítésre, viszont az e-mailt azt nem nézi mindenki állandóan, ezért gondoltuk azt, hogy ezt az e-mail alapot használva, dolgoznánk ki egy mobil applikációt, ami egyéb Plusz elemeket is tartalmaz, mint például navigációt, mint például helyszínpontosítást, illetve tájékoztatást a beavatkozásban résztvevő, illetve a beavatkozást irányító személyek részére, azzal, hogy visszajelzünk, hogy megyünk a helyszínre, vagy megyünk a, esetleg a szertárhoz. Tehát olyan plusz információkat, ami a beavatkozás, illetve a műszaki mentés megszervezése során fontos momentumok. A mobil applikációt jelenleg országosan 243 tűzoltóegyesület, önkormányzati és hivatásos tűzoltóság használja. Van olyan megye, ahol a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is ezzel küldi az információkat. Az alkalmazással tavaly október közepétől idén augusztus 31-éig több mint 30 ezer káreseményről közel 490 ezer értesítést küldtek ki a felhasználóknak.